Esery Televízió híradóját látják. Jó estét kívánok! Szeged és vonzás körzete nagy és kiaknázatlan lehetőség az ország számára, jelentette ki Lázár János a Dél-Magyarországnak adott interjújában. Lázár János elmondta, szeretnék a Szegedi Tudományegyetemet Európa egyik legjobb egyetemévé fejleszteni. A Csongrád megyei napilapnak a térség országgyűlési képviselője beszélt a közelgő vásárhelyi polgármester választásról is. A kormány a politikai nézetkülönbségek ellenére a térséget fejleszteni szeretné, erre szolgál a Modern Városok programban kötött megállapodás is, mondta Lázár János a Csongrád megyei napilapnak. A fontos célok között említette a miniszter a Szeged és Budapest közötti vasúti menetidő csökkentését, valamint a Szeged és Debrecen közötti út 4 sávúra bővítését. Ma Szeged és a régió fejlődésében az egyetem az egyik legnagyobb reménység és lehetőség, hangsúlyozta a politikus. A Lézerközpont a magyar tudomány, a kutatásfejlesztés és a gazdaságfejlesztés szempontjából kiemelt jelentőségű beruházás. Lázár János kitért arra, a kormány döntött, támogatja a Szeged-Csanádi Egyházmegye iskola fejlesztési tervét. Az egyházmegye egy új általános iskolát és gimnáziumot szeretne létrehozni, valamint a zeneművészeti szakképzésben is feladatot vállalna. Ennek teljes költségét mintegy 20 milliárd forintot a magyar állam biztosítja. A február 25-én tartandó hódmezővásárhelyi időközi polgármester választással kapcsolatban kifejtette, egy városvezetőjének szavahihetőnek kell lennie, érdemesnek a polgármesteri tisztségre is alkalmasnak a szövetségkötésre. Aki eladta a lelkét Gyurcsány Ferencnek, azzal nem tudunk együtt dolgozni, hangsúlyozta Lázár János. Mint mondta, amit Gyurcsány Ferenc és kormánya a vásárhelyiek ellen tett, kísérlet a városi kórház bezárására, a 47-es út 4 sávosításának leállítása, a legnagyobb helyi agrárcég privatizációja, azért soha nem jár bocsánat. A gazdaság egyik legfontosabb szereplőivel, a vállalkozókkal is konzultált tegnap délután Hegedűs Zoltán, a polgármester, az iparkamara vásárhelyi telephelyén. Az egyeztetés visszatérő témája az volt, ami országos szinten is probléma, hogy kevés a szakképzett munkaerő Hódmezővásárhelyen. Szobafestő, ács, kőműves vagy akár villanyszerelő, ezek mindegyike hiány szakmának számít Hódmezővásárhelyen. Derült ki abból az egyeztetésből, amelyet Hegedű Zoltán alpolgármester folytatott a helyi vállalkozókkal. A legfontosabb az, hogy az utánpótlás az meglegyen, tehát itt minden ezen múlik. A szakképzési centrumon úgy gondolom, hogy nem fog múlni, az önkormányzaton úgy szintén. A vállalkozókon aztán végképp nem, mert ugye most minden munkaerőre szükség van. Itt egyedül talán a diákokon, a fiatalokon múlik, hogy ők az adott szakmát választják, illetve elég vonzó-e tud számukra lenni egy kétkezű munka, illetve egy szakma. A kerekasztal beszélgetés szereplői kivétel nélkül egyetértettek abban, hogy szinte nincs olyan mesterség, ahol elegendő lenne a szakképzett munkaerő. Aki itt volt, arról számolt be, hogy munkaerő hiánnyal küzdenek, szakképzett munkaerő hiányával küzdenek, és mindig ide jutottunk vissza, hogy hogyan lehetne ezen segíteni, és különböző ötletek merültek föl. Fölmerült az is, hogy van-e lehetőség esetleg a bérek emeléséhez hozzájárulni a helyi adó csökkentésével. Abban maradtunk, hogy erre a város nyitott, megnézzük ennek a lehetőséget, mértékét, és ez valóban segítség lenne. Itt volt olyan nagy cégvezetője, aki azt mondta, hogy nem biztos, hogy ez jelentős segítség lenne számára. Abban maradtunk, hogy ezeket pontosan kiszámoljuk, és újból leülünk, egyeztetünk. Hegedű Zoltán alpolgármester ma délelőtt a házasságkötő teremben a saját tulajdonban lévő vagy bérelt rendelőben praktizáló házi orvosokkal is egyeztetett. Vannak olyanok, akik nagyon régi, rossz állapotú rendelőben dolgoznak, komplett felújításra szorulna az épületük, de olyan is akad, aki teljesen új rendelőt szeretne igényelni, mert a jelenlegi sem megközelíthetőségében, sem felszereltségében, sem méretében nem felel meg a mai kor elvárásainak. Azt az ígéretet kaptuk az önkormányzattól, hogy mindenkihez kimennek belátható időn belül, felmérik az egyéni igényeket, és utána természetesen az önkormányzat a lehetőségeihez képest majd próbál bennünket támogatni. A 2018-as költségvetés kialakításában a képviselő testület figyelembe veszi majd a konzultáció sorozat eredményeit is. Egy őrizetlenül hagyott táskából lopott el mobiltelefont egy mincenti fiatal a Hódmezővásárhelyi strandról. A gyanúsítottat vasárnap hallgatták ki, aki beismertetett.
Január 3-án délután egy felügyelet nélkül hagyott táskából loptak el egy mobiltelefont a Török Sándor strandfürdőből. A gyanúsítottat a rendőrök elfogták, aki a kihallgatás során beismerő vallomást is tett. Ellene lopás büntettének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás. A rendőrség ezúton szeretné felhívni a lakosság figyelmét, hogy az értéktárgyakat kabát vagy táska belső részében, lehetőleg több helyen és cipzározható zsebekben tartsák, azokat soha ne hagyják őrizetlenül. A 2018-as költségvetést megalapozó döntések mellett többek között beszámolókat is meghallgatott a Vincenti képviselőtestület mai rendesülésén. Rendes testületi ülését tartotta ma Mindszentváros képviselő testülete. Nem kívánják, hogy menekülttábor vagy migránsok érkezzenek a településre. Ezt sok más város képviselő testületéhez hasonlóan a Mindszenti Grémium is megszavazta a mai napon. A közbiztonságról, az orvosi ügyeletről, illetve a civil szervezetek tevékenységéről hallhattak beszámolókat az egybegyűltek. Pap István a testületi ülés keretében vehette át a Csongrád megyei labdarúgó szövetség életműdíját 30 éves sportolói és sportszervezői tevékenységéért. Legfontosabb dolgunk a költségvetést megalapozó döntések voltak. Mindig az év elején kell elfogadnunk az adódó évnek a költségvetését, ahhoz, hogy a szakgárda, a közgazdasági iroda, a jegyzőasszony, és persze természetesen jó magam elő tudjuk készíteni a konkrét költségvetést, ennek a munkának megalapozó döntésekre van szükség. Hogyan és miként és milyen szempontok szerint osszuk föl például a szociális normatívánkat és a szociális alapunkat, mennyi pénzt szánunk a civileknek, mennyi pénzt szánunk város üzemeltetésre. Ismét megünneplik majd a településen az ősök emlékét őrző hét halász ünnepét, a Péter Pához legközelebb eső hétvégén, amelyen világi és egyházi rendezvények valósulnak majd meg. A képviselőtestület mai döntése értelmében ezen a napon adják majd át azokat a díjakat, amelyeket Mindszent közéletéért, sportjáért, kultúrájáért ítélnek oda a legkiválóbbaknak. A szakma és a szurkolók visszajelzései alapján Hódmezővásárhely kiválóan vizsgázott a Magyarország-Spanyolország férfi vízilabda világliga mérkőzés megrendezésével. A sportesemény utóéleteként jövő héttől egy jótékonysági akció indul, ahol értékes relikviák találnak gazdára. Hatalmas érdeklődés övezte és pozitív visszhangja volt a Magyarország-Spanyolország világliga mérkőzésnek Hódmezővásárhelyen. A Vásárhelyi Televízió stúdiójában a rendezvény helyi szervezői elmondták, a vízilabda válogatott és a szövetség egyaránt elégedett volt a rendezvénnyel. A beszélgetésből az is kiderült, a sikeres esemény emlékére egy jótékonysági kezdeményezést indított a Hódmezővásárhelyi Vízilabda Sportklub. Arra gondoltunk, hogy a válogatott játékosaival egy relikviát aláíratunk, labdát, pólót, illetőleg plakátot, és ezt megpróbáljuk a későbbiekben jótékonysági célra felajánlani. Talán ezzel is tudjuk öregbíteni a Hódmezővásárhelyi vízilabdázás múltját és jelenét. Talán tovább tudjuk életben tartani azt az élményt, amit ez a 2018. január 16-ai esemény jelent a számunkra. A jótékonysági licitálása jövő héten indul a helyi rádióval való együttműködés keretében. A teljes bevétellel pedig a Tiszta Szívvel Egyesületért Közhasznú Alapítvány támogatja a sportszervezet. A Vásárhelyi Világliga mérkőzés sikere a szervezők szerint bíztatást adhat arra, hogy a jövőben hasonló rangos sporteseményt rendezzenek Hódmezővásárhelyen. A stúdió beszélgetést január 26-án pénteken 21 óra 30 perctől tűzi műsorára a Vásárhelyi Televízió, amelyet később több alkalommal megismétel. A Vajdaságból érkezett az az úszó, aki a Hódmezővásárhelyi Senior úszó és vízilabdaklub elnöke szerint fiatalság ellenére már most is európai szintű teljesítmény nyújt. Kenész László híradónknak azt is elmondta, hogyan állnak a két vásárhelyi egyesület összevonásáról szóló tárgyalások. A 2017-es év folyamán a Hódmezővásárhelyi Senior úszó és vízilabdaklub sportolói nagy sikerekkel szerepeltek az országos és területi versenyeken, melynek eredményeképpen az egyesület az előkelő 13. helyen áll az ország több mint 150 úszó egyesülete között. 2018-ban a cél az első 10 közé való bejutás, melyet az idei év szereplései határoznak meg.
Soraikat mostantól a mindössze 21 éves fiatal úszó Szabó Sebastian is erősíti, aki a Vajdaságból érkezett Hódmezővásárhelyre. Ahogy valaki figyelemmel kísérik az Egyesület életét, az rájöttek, hogy nekünk rendkívül fontosak a magyar származású úszók is. Tavaly évben is már több úszónk volt a Vajdaságból. Ők fiatalok és kevésbé idősek. Most egy igen fiatal 21 éves úszóval erősödtünk. Úgy gondolom, hogy az ő szereplése nagyon nagy motivációt jelenthet a többieknek. A Hódmezővásárhelyen működő két úszósportegyesület tervezett fúziójával kapcsolatban Kenéz László elmondta, hogy a hétvégén rendkívüli közgyűlést tartottak, ahol több mint 100-an voltak jelen. A szülőket leginkább gyermekeik jövője érdekelte az egyesületben. Hozzátette még, hogy szakmai kérdésekben nincs vita, viszont vannak főleg gazdasági és jogi kérdések, amik egyenlőre megoldásra várnak. Az elnök szerint az egyesülés egységes felkészülést biztosíthat a sportolóknak a versenyekre. Kedves nézőink, a híradó végéhez értünk. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. További szép estét kívánok. Viszontlátásra! Az éjszakai és hajnali órákban változóan felhős lesz az égbolt, csapadék nem várható, a délkeleti szél gyenge marad. A hőmérséklet mínusz 3 fokig süllyed. Csütörtökön felhő átvonulások tarkítják az ömében napos időt. A hőmérséklet csúcsértéke 7 Celsius fok körül alakul.